Another visitor. Stay a while. Stay forever. Normál 69. És egy kicsit hasonlítok ebben a páncélban Dr. Doomra is. Modváltozások. Tudom gyűjtögetni a nyilakat automatikusan. Nézzük tovább, a Battle Vampire-t azt beállítottam ilyen fénybejáró szintre, hogy fázzak is, éhezzek is és a többi. Fázást amúgy is csökkenti a hideg ellenállása, mert a vámpiroknak azért van egy nagy adaggal. A Deadly Dragons az tényleg elég deadly, kifogtam valami Elder sárkányt, én ősit. És hát nagy-nagy szenvedések árán egyharmadát le tudtam verni a hitpontjának, aztán inkább stratégiai visszavonulást alkalmaztam a Tardis segítségével. Úgyhogy most várom, hogy update-elődjön a Varázsló Akadémia környékén a terep, és eltűnjön a sárkány. Nagyon szépen be tudtam konfigurálni az eddig használatlan Immersive First Person View-t, azaz a beleéléssel dúsított látómezőt. Ezt majd mindjárt megmutatom, hogy hogy lőttem be. Van egy Lock Overhaul nevezetű mód, aminek segítségével a kis zárpikkelős játékot egy kicsit átállítja. Azaz, hogyha már nagyon értesz az árhoz, akkor ki tudod nyitni automatikusan. Ha ideges vagy, akkor, és erős, akkor szét is verheted az árat. Mágiával való kinyitást nem kapcsoltam be, szerintem ahhoz azért ne értsek. Egy kicsit gyakran nyitogatnám az árakat, hogyha nagyon kemény, akkor majd megcsom a minigémet. Annyira nagy gondot úgysem okozott. Fölraktam saját örömömre egy ilyen státusz nevű modot. Ez modpack összeállítóknak nagyon jó, rengetegféle státuszt kilistáz a játékosról, és akkor itt tudod ellenőrizni, hogy érvényesek lettek-e a dolgok, meg tudod nézni különböző játékban levő kódokat, koordinátákat, milyen modokat érzékel, és így tovább. Felraktam egy VioLens nevű modot. Ez megdobja egy kicsit a kill move-okat, tudjátok, amikor valakit nagyon szakszerűen gyilkolok le, és így kilassítva megmutatja gyönyörű szépen. És nagyjából ezek a látható modok. Szándékomban átcsinálni egy olyan részt, amiben bemutatnám azokat a modokat, amiket egyáltalán nem láttok. Hát most nézzétek végig, szép lassan végigpörgetem. Ezek így nagyjából mindben vannak. Nem egy kis modpacket raktam össze. Ja, és a modváltozások között még bent van az, hogy kivettem egy modot, az állatszelidítőset, a Temdabiszt-et, mert egyfolytában az arcomba másztak bele, akadályoztak, és hát nem tudom, mennyire tartozik a Skyrimhez ez, hogy én most így sárkányokat szelidítek, és akkor így nyüzsíznek körülöttem, meg mint a Tamagocsi, eltetem őket, meg pároztatom. Nos, egy ilyet állítottam be, amint látjátok, látszik a kis testem, bár amíg ez be van kapcsolva, addig kicsit nehezen tudok átvenni külső nézetbe. Viszont ahogy kihúzom a fegyverem, akkor így eltűnik a lábam, és teljesen jól tudok célozni, egyébként meg visszarakja, van árnyékom, van testem és a többi. Most mivel ugye a sárkány ez kicsit legátolja a varázslóiskolában való tevékenységemet, és hát mivel annyira borzalmasan, gyászosan széjjel írtogatott engem is, meg a partimat is, ezért elhatároztam, hogy elkezdem megcsinálni az Undeath nevű modot, 30. szintet elértem, és hallottam egy hírt, hogy levertek egy ilyen Daedra ellenes jókodós lovagrend tagjának a karaványját. Ezzel ugye... el kellett jönnöm körülbelül valahová erre a részre. Itt. Megtaláltam a karavánt. Kultisták is támadtak meg közben, de főleg halott nekromanszert találtam, és a karavánt lemészárolva a náluk talált utasításokból kiderítettem, hogy a Ravenscorn spirál torony nevű helyre vittek el valami nagyon-nagyon-nagyon titkos könyvet. Úgyhogy most épp arra felé tartok. Remélem, hogy azok a dolgok, amiket ott találok, egy kicsit megerősítik majd a karakteremet, és eredményesebben tudok Elder Dragonokra is vadászni. Hát most oda kéne lejutnom valahogy. Na, meg is érkeztünk, csak a csata hevében nem rögzítettem a dolgokat. Ő fogadott bennünket, nem túlságosan barátságosan. Lídiát is hoztam. Most már nálam van majdnem a teljes szett követő, illetve velem van. És ugye azt mondják, hogy ide kukkancsak be és nézek körül. A körülnézést azt annyira komolyan veszem, hogy először tényleg körülnézek. Egyrészt mivel ilyesmiket lehet találni a környéken. Ez fura, hogy ezt is First Person View-ba adja. Így. Nézzük, nincsene valahol valami titkos bejárat. Na jó, ott azért nem akarok lezúgni. Visszamegyek vanillába egy kicsit. Hopp. Itt van még valami besüllyedt torony. Lehet, hogy ez egy alternatív kijárat lenne? Nem. Ez úgy látom valami teljesen más romnak a tartozéka. Jó. Vicces, hogy így látszik a lábam, miközben megyek. Nekem tetszik. Ja, és új szettem van. Ezzel az idézett csatabaltával szoktam harcolni. Ez annyi előnye jár, hogy a skilljeim miatt rápakol egy soul trapet az ellenségre, amikor ütöm, tehát elkezdenek telni a gyémántjaim, és majd nagyobb lehetőségem lesz az enchantolásra. A necromage-ek egyébként elég kényelmetlen, kellemetlen ellenfelek. Egy gyors mentés le lopakodásba, és lássuk. Hoppá! Minő kellemes hely. Úgy látom, itt szükségem lesz macska képességekre, hogy boldoguljak. Jó. Akik itt élnek, azok látnak a sötétben. Pauzolok is egy picit. Kicsit lejjebb vettem a háttérvilágítást a szobába. Így éjjellátással valamivel többet lássak. Van egy ajtó, asztal, de nincs rajta semmi. Itt elképzelem, hogy itt fákját... Hoppá! Novice Necromancer, who was that? R.O. Ez viszont nincs jól beállítva. Found you. Nagyszerű, gratulálok. Nézzük a crossbow-t, még mindig hülyén kezeli el. Ja, hogy ennyi volt a segítőknek? Nagyszerű. Viszont bocs, de ezt át kell állítanom. Nézzük csak. Immersive First Person. Csak 15-ig vannak kitöltve ezek a profilok. 16-osban csináltam egyet, hogy akkor aktiválja, hogyha lopakszom, kihúzom a fegyvert, és mindegyik működik. Ebben az esetben pakoljon vissza Vanilla First Person View-ba. És csekkoljuk is, hogy működött. Ja. Jó, segítők elintézték. Tehát, hogyha előhúzom a fegyvert, akkor elvileg ennek most nem kéne itt lennie. De itt van. Felállok. Akkor gond nélkül, de hogyha legugolok, akkor bénázik. Ez nem jó. Tehát, megint átállítom. Immersive First Person. A 16-os profilt azt. Deaktiváljuk. És akkor helyette csinálok egy olyat. Boheming, sneaking, boheming. Hogyha lopakszom, aha, ez írta fölül. Tehát, hogyha lopakszom, akkor is visszarak vanillába. Igen. Olyan visszarakott. Igen, viszont hogyha felállok, akkor látszok, ha lopakszom, akkor nem látszok. Ez így elfogadható. Nagyszerű. És mivel van zombim, ezért eltemetjük per kicsontozzuk. Rendkicsek. Így szerintem már nem fog az bezavarni, hogy mint csatázok. Most tekintettel arra, hogy ilyen hatásosan lopakszom, hogy egyből észrevett mindenki föntről, mert nem néztem föl. Nézzünk itt is körbe. Igen. Ó, ez még megy tovább, és oda majd lopakodni fog, addig persze lehet, hogy lejönnek. Na, egy Conjuration fejlesztő könyv, amit már olvastam. És egy a fehér és fekete lelkekről. Ugye a szörnyek lelke, állatok lelke az fehér, fekete az az értelmes lényeké, amit csak fekete szolcsembe lehet berakni. A tudománynak mindig örülök. Ó, igen, igen. Már megint észrevettek. Na nézzük, ki lesz ott fönt. Nem lehet velük beszélgetni. Nagyon jó, hogy elkezdték pakolgatni. Csak ne állj elém, Józsi. Bakker! Még ez elvileg. Ja, persze beállt elém. Egyszerű. Tudom, hogy gyújjél, de ez az. Na, megfértantottuk. Citus. Á, mi vagy? De most írtottunk le egy csomó nekromantát. Jó, egy boltot visszaveszek, egy eltört. Ezt még eladni se éri meg, viszont disenchantolni még jó lesz. Úristen, ez egy jó nagy hely. Most nem tudom, hogy vagytok vele, de azért a nekromanták nem tartanak nagy rendet. Legalábbis nekem úgy tűnik, tehát ilyen helyen lakni valami csodás, nem? Osz is van, fény sincs legalább. Legalább ordas hideg nincs, aztán az egyetlen előny. Hát így se találtam túlságosan sok hasznos dolgot. Próbálkozzunk azért még a lopkodással. Aha. Itt van egy nagy ajtó. És minő meglepetés mögötte újabb lépcsők. Aha, ott jelzi nagyon nekem, hogy mit kéne csinálni. Nézzük, ott. Senkit nem látok itt bent. Ez valami trón. Gondolom, hogy Mr. Necromageé. Ó, itt még főzőcskézni is lehet. Itt szunyáltak. Igen. Még nem olvastam, nincs mellette a kis szemikon. Őt sem. Jöhet. Koponya a gyűjteményembe. Soulchem fragment. Összetörögették a soulchemeket. Ó, nagyon jó. Enchanter, jaj, ez mi volt? Mindegy. Ja, ezt már ismerem. Ez lesz a könyv, ami érdekel. Úgyhogy előtte körülnézünk máshol. Még ennyi bajom van ezzel a first person cuccal. Mellé kell célozni a dolgoknak. Egy kulcs például. Pincekulcs. Na nézzük. Ez egy vastag, már porladozó napló. Évszázadok kora lengi körbe. Mondjuk a korához képest elég jól meg lett őrizve, de vannak benne rongyos vagy hiányzó lapok, hát ugye a nekromancerek és a rend valahogy nem járnak kéz a kézben. Szóval valakinek a kutatását írja le. Aki vagy addig kutat, amíg nem sikerül felfedeznie a célját, vagy itt fog rohadni ebben a barlangban. Ez nem egy barlang. Mind a kettőnek örülni fog már. Aztán annyit dolgozott már étel, víz, illetve társaság nélkül. Egy kisebb varázsló, tehát varázsló írta, már megőrült volna, biztos vagyok benne, de én nem vagyok kisebb varázsló. Necromancer volt, ő persze azt írja, hogy sokkal jobb, mint a többi necromancer, és Licsé akart várni. Na már most, aki játszott AD&D-t, azt tudja, hogy miről van szó, aki nem, az pedig nem. Sikertelenséget nem fogadja el. Seledon, az a Seledin a neve a varázslónak, és nem soká az ős kukacokhoz fog tartozni. Persze szerintem nem igazán jó ebben a fordításban. Esetleg a halhatatlan parazitákhoz. Vörbnek hívják az ő istenüket. És Arkay a halottak temetője, és gyámolítolja az ellenségük. Igen, igen. A Lichnek össze kell kötve maradni a lelkével. Azaz, a lelket azt valamilyen fizikai tárgyba kell átültetni. Urna, szarkofág, kristálytartó. Pont egy kacsit tündérmese szól arról, hogy egy lich a egy levágott erdei elf fejében őrizte meg a lelkét. Ó, és itt ír arról, hogy a hiedelmek szerint, hogyha megtaláljátok a lich lelkének tartóját, és elpusztítjátok, akkor a lich is elpusztul. Az író szerint persze ez egy marhaság, az igazi lichek nem rendelkeznek ilyen gyengével. Tehát tényleg át kell tenni a lelkedet valami tartóba, de miután az átváltozás megtörtént, gondolom visszaszáll a testedbe, a lelked nem fog számítani. Hát elég erősen halhatatlan akart lenni. Rengeteg könyvet tanulmányozott, mind használhatatlan. Mert olyanokról szóltak, hogy egy hónapja halott pillangót hogyan lehet feltámasztani, vagy a albinórák népséget. Igen, igen, igen. Mégiscsak feladta volna? Feléleszti a goblinjait, és a varázstorony ellen fog menni. Csodálatos. Tele van a feje hülyeséggel, mindenféle értelmetlen rituáléval, és megőrül. Na, ehhez képest, amit emberkedett az elején, nem tudja elérni a célját. De most már pihenni akar, kicsit beleőrült a tanulásba. Ó, a titok az övé! Annyira bolond volt, itt volt az orra előtt. Á, imádkozott ez a Worm Istenhez, maradjunk ennél a névnél, és az megadta neki a tudást. Sokkal bonyolultabb, mint gondolt rá, és nem is tudja igazán leírni. Ezért nem is volt följegyezve sehová. Igen, nem soká sikerülni fog neki az átváltozás. Rengeteg ártatlant feláldozott, felélesztett szolgákat, tap-tarap, megint elkezdett emberkedni, és valami megoldás homokját, Sons of Resolve, azt kellett megcsinálnia. Aha, az átváltozás hosszú ideig tarthat. Tehát hosszú az átváltozás, magánál kell tartania azt a homokórát, amiben az elhatározás homokja van, és ahogy pereg-pereg úgy változik, erősödik és gyengül is. Szóval nem vesztheti el, mert akkor meghal. Indeed. És itt van egy napló is hozzá. Az élettelenség könyvét kellett megtalálni a 200 év múlva. Sikerült nyomára bukkanni újra bárkinek. Aha. Hopp, nem volt ebben még több lap, olyan hamar eltettem. Ah, de. Igen. A standard lovagémek próbálták megtisztítani ezt a könyvet. Miről szó van? Itt jött rá arra, hogy át akarják vinni a varázsló kollégiumba. Gyaláztatja őket egy kicsit. Á, és meg is érkezett hozzá. És az előző emberke a Seledon, akinek elvileg sikerült megkezdeni az átváltozást. Az nagyon hasonlít arra, amit leírnak ebbe a könyvbe, de van egy hiányzó titok. Valami hiányzik, valami titok. Á, és visszavonult a torony aljába, ahol békén utatgathat. Hát reméljük, lehet vele beszélni. És nem csak egy ilyen barbár harcosszerű gyilkos alkat. Jó. Nézzük, ez hogy néz ki itt. Igen, keressünk, nézzünk körbe a pincében. Vissza. Hogy nincs is olyan sötét. Nézzük, hát a torony tetején is van valami, azon kívül, hogy egy óriás élő halott szörny. Egyébként nem ilyen jó a gépem. Csak mindig lepauzolom a betöltő képernyőt, hogy ne unatkozzatok. Hát... nem mondhatnám, hogy itt túl sok minden érdekes van. Csak a torony teteje. Jó. Nyomás le a pincébe. Ó, hát azért azt kell, hogy mondjam, hogy szükséges ez az éjjellátás. Van kiáltás, aztán hajrá. A szívbajt hoztátok rám, srácok. Ez itt. Itt már voltam. Becsukták az ajtót. Nagyon úgy tűnik, vagy én nem vettem észre. Igen. Nagyszerű. És akkor ez Skyrimbe vezet. Ez lesz a pince ajtó. Na. Jó. Únyászkodjunk. Nem tetszik, hogy ezt a modellt használja, de ez van. Ezt kell szeretni. És persze a bombákra a lehetőséget ne hagyjuk ki. Itt is van egy master szintű door, nagyszerű, viszont sehol nem látok ellenséget. Csak... nem, jó lesz ez így. Én teljesen véletlenszerűen használja azt, hogy melyik modellt rakja fel. Így jöhet. Hát itt már pedig nincs senki. Nézzük csak, 2-es napló. Végre megértettem a hieroglifákat. A könyv az nem egy útmutató, hanem szintén valakinek a leírása, naplója. 3 dolog nagyon fontos. Hoppá! Valami meggonoszodott Archmage, ősmágus, egy Arkay pap szíve, és még egy elixír. Elvileg a daedrák is lehet, hogy benne vannak. De nem a szokásos, szokványos 16 herceg. Valamilyen rituális fontosságot tulajdonít a élet istenének a szíve és a halál követőinek. Bár ezt a legkönnyebb beszerezni. Tehát egy Arkay pap szíve kell, aminek nem örülök. Két tudsz kell még, Namira sava és a balzsamozó eszencia. És ki kell választani, hogy melyiket használja. Érdekes. És az egyik kollégiumvezető, Wingald ősmágus, ő el van temetve, és tőle kell elszedni valamit. És ezekre már elküldte az embereit. A Sárkányfarok hegyenben van a 3. Na és lehet, hogy nem is kell a Worm királyban hinni. És el is indult a Sárkányfarok hegyekbe, hogy megtalálja a 3. komponást. Ezt olvastam. Ezt nem. Ez sem. Ezt persze majd játékon kívül fogom elolvasni. Oh! Ez viszont már volt fönt. Aha. Fura ez a hang. Ezt nem fogom használni. Amíg nem tudom, mit kell vele csinálni. Ilyen helyen tudtál nyugodtan meditálni, Józsi. Hát nem tudom. Ah, gyűjtemény. Hát ennyi nincs itt. Elment a hegyekbe. Fura ez a hang. Oké, tehát... Ó, bakker! Szétvált 3 külön küldetésre. Ez nem lesz egyszerű. Ő elment a Sárkányfarok hegyekbe, ám elküldött 2 adag segítőt. Ez itt az, hogy exhumálni kell, és utána inhumálni ezt a Wingald nevű ősmágust. Következő itt van. Arkály templomában kell valamit csinálni, hát kiszedni az egyik papjának a szívét, nem tudom. Voltam náluk, segítettem is, sajnos volt egy pár halott, és hát kíváncsi vagyok, hogy... Igen, és valami platónál is végrehajtanak egy rituálét. Na nézzük. Én itt vagyok. Itt van a rituálé platója. Nagyszerű. Ez nem hajlandó beaktiválódni. Most se. Akkor lépjünk ki. Lépjünk vissza. Ritual site. Jó, ezt nagyon köszönöm, de ez annyira nem érdekel most. Igen. Itt van egy Arkay templom. Ez pont az, ahol segítettem. Lehet, hogy még lesz is egy pár használható hulla. És aztán az utolsó... Kiásásos téma pedig itt kell egy szigeten megtalálnom a sírt. Hát ez mindenképpen érdekes lesz. Ja. Most kíváncsi vagyok, hogyha kimegyek, lesz-e itt egy pár nekromanta. Én morogni fog, hogy szétkeresgéltem a házukat, nem túlságosan megértőek. Így. Jaj, na ez az, amit nem akartam, de sikerült. Mindjárt kellemesebb. Az oltárt főn mire lehet használni? Semmire. Nagyszerű. Hát, nesze semmi fog meg. Jól, eljöttünk ide. És mehetünk vissza. Ha. Kezességet vállalt valaki a nekromantákért. Igen. Állatkák táncikálnak a mohlette talajon. Ó, ott is van egy nekromanta, akit levertek. Na, ilyet még biztos nem láttatok, nőstény óriás. Szegény alkimista. Mondjuk annyira nem is szegény. Emberszív van nála, meg ilyesmi. Tösk. Hát óriások utcához nem nyúlok.